Hello mindenkinek, és Alej vagyok, és itt vagyok a Plac Gasztro és Sör Fesztiválon, a Margit szigeten, a Kristály szintérben. Én ezelőtt nem is tudtam ennek a helynek a létezéséről se. Ez egy elhagyatott gyárépület, amit ki lehet venni rendezvényeket talán. Na mindegy, szóval itt vagyunk. A Beer Selection és a Yes I Brew szervezésében 2 napig lehet különleges kézműves söröket, illetve street foodokat kóstolni. Ezt fogjuk most végig kóstolni, végig inni. Épp hogy csak körbejártuk a terepet, hogy miket lehet itt kapni, és már a fehér nyúl egyből adott is egy Mango Lassi Goes sört kóstolóra. Nézzük! Kicsit sós a góz miatt. Őszintén nem annyira mangó ízű, inkább citrusos, ám bár kiderült, hogy laktózt tartalmaz, szóval ez csak az enyém. Szóval finom a sör. És amit még el szeretnék mondani a belépővel kapcsolatban, ugye egy napi jegy elővételbe 2000 forint, ami, hogy elővételbe veszitek, akkor lefogyasztható. Kaptok ilyen tokent a bejáratnál, egy ilyen token 1000 forintot ér, és a Beer Selection standjánál tudjátok ezt beváltani sörre. Megiszom, megnyugszom, és aztán eszem. És aztán helikopter. Az első étel, amit ma ki fogunk próbálni, az a Circo Pizzától egy spárgás pizza. Megkérdeztem tőlük, mert gondoltam, hogy hát egy sör után már nem égyeztem meg a összetevőket, és utólag mentem oda megkérdezni, hogy ti amúgy ezt nem is áruljátok az étterem, mert nem találtam meg az étlapon. Kiderült, hogy a 2 pizza, amivel ide kijöttek, egyiket sem árulják, csak kitelepüléskor. Ennek a spárgás pizzának az alapja tulajdonképpen egy fior de latte. Sajt, rajta a kis spárga, pancetta, bacon, az olasz bacon, borsot törtek az orrom alá, utólag borsot került rá, és most jól meg fogjuk kóstolni. Szóval itt vagyok. Nagyon érdekes, itt van a pancettának. Spárgát elnyomja a sajt. Főleg sajt és pancetta ízt érzek. Nem úgy ott van a spárga. A spárga az teljesen puhára készült a pizza kemencébe. Szóval teljesen jó. Nagyon jó a tisztája is. Pizza 3008. Nyilván a spárga meg az olasz szalonna az egy ilyen drágább alapanyag. A másik pizza az pedig egy ilyen kolbászkrémes lett volna. Az is érdekes, de sajnos nem fogja bírni a vendőm. Meg amúgy még inni kell, mert ez egy sörfesztivál is. Na jó, amúgy csak az első 2 falatnál nem éreztem a spárgát, amúgy tök jól érződik, illetve amire rájöttem a második szeretni, hogy nagyon jól áll neki ez a bors, és a tisztája is nagyon könnyed. Mindjárt végzek, de nagyon jól esett, nem tudom, mit akarok mondani. Kiváló étel a sör mellé, ajánlom a Cirok pizzát, ami Circo. Ajánlom a Circo pizzát. Sörrel csapassuk szét. Ami miatt főleg összegyűltünk itt ezen a rendezvényen, az, hogy debütál az ország söre, amit ti szavaztatok, mi megcsináltuk néven, meg lehetett szavazni a Beer Selection-nél, hogy milyen legyen az ország söre, és az Ugar Brewery főzde legyártotta ezt, ami 6,6%-os New England IPA. Emlékszem erre a szavazásra, nem IPA-ra szavaztam, de azért megkóstolom. Honnan jött az ötlet? Ó, van történet, mint a monsterek hátulján. A legfontosabb célunk a Beer Selection 2016-os indulása óta, hogy minél több emberrel ismertessük meg a minőségi sörök világát, ezért született meg az Ország Söre projekt, aminek minden magyar részese lehet. Mi a lényeg? Te szavaztál minden évben, hogy mi legyen az alapja a sörnek, és hogy milyen ízvilágot képviseljen. Mi összesítjük az eredményeket, és lefőzzük a sört. A 2023-as szavazás eredményét tartod most a kezedben. Nézzük. Igen, olyan ipás illatú. Nézzük a kortyérzetet. Amúgy most, miután már megittam egy sört, bent kóstoltunk rumot, így sokkal elviselhetőbb, mint amikor a nulladik sörként iszom az ipát.
hogy lehet nulladik sörként ipát, szóval első sörként iszom az ipát, úgy annál jobb most, jobban csúszik. Amúgy ez egy finom ipa, New England ipa. Most az operatőrömet le fogom itatni, mert ő szereti az ipákat. És ez New England, nem tudom, hogy ilyet ivott-e már. Jó, csúszik? Tehát azt az ítéletet kaptam, hogy nagyon jó, és nem olyan ipás ipa, mint amit én nem szeretek. Szóval ezzel tudok azonosulni egy picit. Ez egy jól iható sör. Nem tudjuk, hogy mennyibe került a dobozos, de itt kint csapol a 2 deci egy 1000-es és a 4 deci 1008. Meg fogom inni életem legdrágább sörét, a Hopoligent. Jó, nem? Azt se tudjuk, mennyibe került, de a kettőért együtt fizettem 6500-öt. De tokenből fizettük, szóval hogy 2500-öt fizettünk összességében. Ezt a Hopoligent itt egy néző ajánlotta, hogy mindenképpen kóstoljon meg, mert nagyon jó kör is ízű. Elolvasom, mi van benne. Ananász, mango, garlic, azaz a fokhagyma, red habanero, kömény, só. Kóstoljuk meg. Jézusom, már ömlik ki. Habaneros csíp kicsit. Amúgy hogy lehet ebben ennyire sok? Nézzétek már, mennyire sok van benne. És leittam belőle. Úristen, az illata is ilyen habanero paprika szaga van. Ez túl volt töltve. Hozza az indiai fűszerjegyeket, a csípőset is hozza. Zseniális. Szóval itt, és amúgy ez a mango pineapple savanyúságát is hozza. Full fűszeres, sós, csípős, savanyú sör. Ezek hülyék. Ezek őrültek a Hopoligensnél. Milyen nemzetiségű? Hopoligens.ro, román. Most egy perce nem kortyoltam bele, és nem akar megszűnni a torkomba a csípősség. Ugyanaz konstans, így megy. Nem olyan durva, átlagember kompatibilis csípősségű. Nem is tudom, jalapeño, vagy nem, habanero-nak, hogyha. Ha létezik olyan kivitelbe a habanero, mint a jalapeño paprika, és annak a levét megiszod, kb. Olyasmi érzésem van. Ez egy ilyen sós, fermentált, csípős paprika lé ízű. Rengeteg só, bors és alkohol. Tehát hány százalékos? 6 százalékos. Ráadásul a napsütés is közrejátszik, és fejembe száll egyből. Az előbb, amikor még érkeztünk, esett az eső, most már szét éget a nap. Na jó, akkor ezt megiszom, aztán eszünk tovább. Következő megálló a Balatonfüredi Vasüzlet Barbecue, akik kint is voltak a Gourmet Fesztiválon, ha minden igaz, habár nem kóstoltuk meg mi. De íme itt van egy mangalica kolbász dijoni mustárral, remélhetőleg, nem tudom, kenyérrel, amit ezzel a mangalica kolbásszal is, mangalica kolbászból kisült zsírral pirítottak le. Kóstoljuk is meg. Ja, egyébként 3000 forint volt ez a tál. Fa evőeszközök. Érzésem amúgy, ebben ilyen paprika van ebben a kolbászban. Mármint, hogy így látszódik, hogy paprika van. Jó étvágyat! De jó a mustár! Érzésem! Bitang jó a mustár. A vadisznó kolbász is egyébként tök jó. De ezek a fa evőeszközök hulladék. Nem lehet, főleg a kés. Ezzel nem lehet semmit elvágni, itt lettek is mustár az ujjamon. Egyébként ugyanennek a vasüzletnek van egy pizza projektje is, csak mi már ugye pizzáztunk. Egy nagyon izgalmas tételt láttam, a tökfőzelék de pizza. 4000 forint lett volna a tökfőzelék de pizza. Azt kóstoltam volna meg, ha nem pizzáztunk volna. Azért ez a vadisznó kolbász is eléggé király. Ízbomba. Annyi fűszer van ebben a kolbászban, hogy hihetetlen. Meg a mustárral együtt. Mustár egy nagyon durván csípős, nagyon intenzív ízű mustár. Ez a kenyér meg finom. A vadisznó kolbász most szétcsapatom a Horizont Michael Gumber nevű lágerével, ami egy kovászos uborkás sör. Most így bele illatolva azt a levet érzem, amiben szokott a kovászos uborka készülni. Ettől sem rúgtam még be. Mármint, hogy nem történt még ilyen.
Na, kóstoljuk is meg. Frissítő nyári nektár. Erről még csak kiabítottam ezt a brutál mustár ízt a számból. Most már érzem. Tényleg? Nagyon uborkás. Ez a 2 deci 950 forintba került, de nagyon jó. Megmerem kockáztatni, hogy most ez íz. Nem, hogy a mai kóstolt tételek közül ez a legjobb. Tényleg. Nem kerekítsd itt a szemedet, kedves operatőr. Tényleg ez most nagyon fú, nagyon jó. Extrémen király. Nézzük, ajánlották ezt is nyilván, mint minden eddigi sört, amit kóstoltam. Szeretitek a kovászos uborkali ízét? Mert ez zseniális. Most még ezután kéne egy Banski csend kóstolni, úgyhogy már nem is tudom, két, háromféle rumot kóstoltunk, és háromféle sört. Igen, volt itt kint, amiközben ittuk ezt a fűszeres Hopuligans sört. Közben körbejött egy rumkóstoltató brigád, és szemem már ketté áll. Vegyetek Horizont, My Cucumber, Lagert. Jobb, mint a rántott kovászos uborka. Kiverem jelenteni. Az Ugar sörfőzdétől hoztunk még kettő söritalt kóstolónak, amíg várunk a Bounce Kitchen-es hamburgerre. Nagyon mindenki letámadta a Bounce Kitchen-t, aztán most fiúrát kell várni. Lehet, addig lehet sörözni. Szóval ez az első tétel, amit fogok kóstolni, az nem más, mint egy savanyú szamuráj névre hallgató gyümölcsös kávés góz sör. Tehát, hogy savanyú szamuráj, savanyú, és amúgy kávézac az illat, ami először megcsap, hogyha így messziről szagolom. Amúgy nézzétek meg, tehát, hogy már egy 10 perc amúgy itt vetyengek ezen, hogy most legyen-e videó, ne legyen videó, megvárjam a hamburgert, és ő még tartja. A Wonder kompót még tartja a habját, ő viszont már nem. Na, nézzük az ízét. Úgy néz ki, mint egy meggyes sör, tehát hogy ártatlannak tűnik. Savanyú volt. Kávés keserűséggel a végén. Hű, sajnálom, ez nem tetszik. Valamiért ez a kávés lecsengés nem jó. Egyébként, aki alajánlotta ezt a tételt, azt mondta, hogy aki szereti az espresso tonikot, annak ez is ízleni fog. Nem szeretem a tonikot, nem kávézom. Mellé ment, se baj. Jó, még kortyolok egyet azért. Nem az én ízvilágom. És akkor a Wanderkumpót, ami egy gyümölcsös búzasör, kóstoljuk meg, és fixen tartó, habzású tétel. Tényleg barackkompót íze van. Illatra amúgy 100%-os barackos kepi illata van, és kompót ízekkel van megáldva. Ez nagyon jó. És akárhogy iszom, mindig ugyanannyi habja marad. Csak lecsengésre barackos amúgy, tehát hogy nem egy barackos dréher, de amikor már szádba tartod, akkor semmi barack, csak érzed, hogy egy kicsit gyümölcsös. Mikor lenyeled, és azt mondod, hogy vége, akkor jön vissza a torokban ez a barack kumpót jelleg. Jellegnek hívnám inkább, nem is íznek, mert nehogy tényleg barackos sörnek higgyétek, nem barackos sör. Ez jó, ezzel el vagyok. Cimborám. És képzeljétek el, hogy közben elfogadott a buci, szóval fél óráig nincs hamburger, annyi időt behozzák önmagukat, mert ugye annyi rendelés jött be, kiszámolták, és már 3 embert el is küldtek, szóval pont jókor vettük meg. Szóval elfogyott a hamburger buci, de van vega húspogácsa. Még soha nem ettem a Bounce-ból vega tételt. Ez egy ilyen új koncepció, hogy 3 hamburgerükből készítettek ilyen vegát. Tehát babos húspogácsa. Ez a Missy Burger. Az ott az uborka release, a zöld. A marinált illahagyma. Alul a Missy szósz. És a babos hús.
nem tudom, 2750 forint egészség. Nyilván babize van ennek a húspogácsának, de nagyon jól megy a szószhoz is, ez a többi dologhoz is, a hagymához is. Szóval amúgy finom. Nincs benne túl sok minden, de mégis tök jó. És ahogy látom, hogy a sörkedvelő emberek is inkább egy Benz Kitchenre neveznek be, mint egy pizzára. Ha lesz más meg a kajájuk a Benznek, akkor én azt mindenképpen ki akarom próbálni, mert én nagyon szeretem a Benz Kitchen hamburgereit, meg ételeit. És ennyi volt már ez a Platz Sör Fesztivál végigkóstolása. Köszi szépen, akik így odajöttek és ajánlottak söröket. Meg kaptam a legvégén, az utolsó utáni pillanatban kaptam ilyen tokeneket, és abból vettünk még egy jobb, azt a legfinomabb sört. Jövő héten pedig újra végigkóstolok egy fesztivált. A 7. Debreciner Gourmet Fesztivált fogom végigkóstolni, ugyanis meghívtak... Szúnyogok! Meghívtak a... Hát nem azt mondja, hogy hívtak meg, de ők is meghívhatnak. Jövő héten pedig elmegyek Debrecenbe, mert meghívtak a 7. Debreciner Gourmet Fesztiválra. Bocs, csak szúnyogok, nem vagyok mazoista. Köszönöm, hogy néztétek a videót, remélem, hogy tetszett nektek. Sziasztok! Cső! Sziasztok! Bocsánat!